Lépj tovább! Ezt a mottót adtuk ennek a vadi új tanfolyamnak. Tudjuk jól, hogy sokan vagytok olyanok, akik már kipróbáltatok sokféle rajzeszköz, sokféle rajztechnikát, és jobbnál jobb képek kerültek ki a kezeitek közül. És azt is tudjuk, hogy sokakat izgat, hogyan kell valós térbeli modell alapján rajzolni. Mit szólnál hozzá, hogyha mostantól kezdve le tudnád valósághűen rajzolni bárki arcát, de nem referenciafotóról, hanem úgy, hogy ott ül előtted? Vagy élethűen le tudnád rajzolni a saját önarcképedet tükörből? A tavalyi évben már elkezdtük ennek az új tanfolyamnak az előkészítését, amikor olyan rajzklubnapokat hirdettünk, ahol a csendéletrajzolás volt a téma. Valódi térbeli tárgyakat rajzoltunk. Ezek a rajzok annyira jól sikerültek, hogy úgy gondoltuk, ideje tovább lépni. Jöhetnek most már az arcok. Ezen az új rajztanfolyamunkon valódi, térbeli megfigyelések alapján fogsz dolgozni. Mi lesz a téma? A saját önarcképedet fogod rajzolni tükörből. Sokak szerint ez a legnehezebb téma. Kihívás? Igen. Éppen ezért ezt a tanfolyamunkat nem a pálcik ember szintről indítjuk. Milyen előképzettséget igényel? Fontos, hogy tudj már valósághűen portrét rajzolni referenciafotó alapján kétszeres nagyításban. Előny, ha részt vettél már olyan rajzklubnapon, amikor a csendéletrajzolás volt a téma. Nézd, mi már megrajzoltuk a saját önarcképünket tükörből. Most rajtad a sor, hogy kipróbáld. Itt tudsz jelentkezni.